Az NB3-as labdarúgó bajnokság 6. játéknapján a 9. helyen álló Pápai Peruc FC a dobogót ostromló Veretlen Puskás Akadémia 2-t fogadta. A házigazdák 4 fordulóval korábban nyertek utoljára, így mindenképp a 3 pontot tűzték ki célul. Az összecsapáson az első félidőben mégis a vendégek szereztek vezetést, a második játék részben Iványi Martin szépségdíjas találatával aztán sikerült egyenlíteni, ami az 1-1-es végeredményt is jelentette. Köszöntöm a Városi Televízió valamennyi kedves nézőjét. Az NB3-as labdarúgó bajnokság 6. fordulójában hát nagyon fel kell kötnie azt a bizonyost a Pápai Peruc FC-nek, hiszen az Ajka után ismét egy veretlen csapattal néz szembe. Az ellenfél ezúttal a fehérben látható Puskás Akadémia 2-es számú csapata. Mindjárt megismerkedünk részletesen mindkét csapat eddigi idényével, előtte azonban a kezdőket tekintsük át. 2 változás az elmúlt héthez képest Visinka Ede kezdő 11-ében, az egyik mindjárt a kapus, ezúttal Varga Ádám őrzi a hálót. 3-assal Gáspár Máté, 8-assal Radics Márton, 11-essel Sipos Zoltán, 13-assal Kovács Tamás, 16-ossal Magyar Zsolt, 18-assal Körmendi Kevin, 19-essel Vörös Tamás, 20-assal Radó Dániel, 21-essel Kocsis Bence és 23-assal Skribek Alen a kezdőben. A Puskás 2 győzelemmel, illetve 3 döntetlennel, 0 vereséggel a 4. helyen áll a bajnokságban. 11 gólt lőttek és mindössze 4-et kaptak a felcsútiak. Egy fiatal, motivált, az NB1 kapujában álló játékosokkal teletűzdelt együttesről beszélünk. Nézzük a hazaiak, hogy állnak ma fel, miközben Bonner kap egy labdát, és már adja is tovább Iványinak. És ez Varga Ádám kezében landol. Sok a hiányzónk, sérülés miatt Szabó Zsolt, Jurik Patrik, Kozma Máté, Böröcki Bálint és Valajos Dominik sem bevethető. A kapuban Sánta András, 3-assal így bekerült Nagy Tamás, 5-össel Császár Attila, 17-essel Havasi Dániel, 29-essel Cingráber Máté, 20-assal Szénási István, 69-essel Dóci Krisztián, 77-essel Iványi Martin, 89-essel Bóner Roland, 92-essel Somogyi Rihárd és 99-essel Baldov Korrád. 2 talán kevésbé ismert név tehát a hazai kezdő 11-ben. Ugyan Cingráber Máté pályára lépett már Peruc mezben, hazai pályán viszont még ezt nem tette meg. Ugye az elmúlt héten játszott már a pénzügyőr ellen, ami amúgy egy csalódás keltő 0-0-val ért véget. Cingráber 21 éves védő, korábban Szombathelyen, Siófokon és Sopronban is megfordult. Egy jó labda oda középre, de Kovács kifejelte, aztán kihozza a Puskás. A másik újoncunk Szénási István, aki szintén védő, 27 esztendős, korábban Győrben, Kecskeméten, Baján, Mosonmagyaróváron és Komárnó csapatában is játszott. Hát most a sérültek miatt lehetőséget kapnak a bizonyításra. Meglátjuk, hogy tudnak-e vele élni. A Peruc egyébként 9. 1 győzelem, 3 döntetlen és 1 vereség. Ahogy említettem, legutóbb 0-0-ra végeztek a pénzügyőr otthonában, ahova győzelmi szándékkal utaztak. Ma mindenképpen javítani kell. Bóner teszi középre. Tűn a hosszún. Nagy Tamás volt, ha jól láttam. Van most már lehetősége is, azonban nem találta el jól a pápai játékos a labdát. Labdát veszít a Puskás, Iványi a labdával. Havasi birkózik ott egyet a védőkkel, aztán Somogyi mellett teszi maga elé, kicsit útban van a játékvezető is. Havasi, 3-an veszik körbe, tovább teszi, Iványinak készíti le, jó lövés! És Varga Ádám paskolja maga elé. Jó kezdi a meccset a pápai csapat, mint a kicsit meg lennének zavarodva a Puskás Akadémia játékosai, akik között a talán a legrutinosabbnak mondható Vancák Vilmos ezúttal nem kapott helyet, múlt héten a korábbi újpesti kedvenc
kezdő volt, Pápára nem utazott el, hiszen még a cserék között sincsen. Rozmár László egyébként azt mondta, hogy a helyzeteik megvoltak az elmúlt héten is, ahogy az Ajka ellen is, és a Dunaharaszti ellen is, ugyanakkor a kínálkozó lehetőségekkel nem sikerült élni, ezért nagyobb koncentrációt vár a kapu előtt. És azt is mondta még a mai találkozóval kapcsolatban, hogy két támadó focit képviselő együttes csatája lehet a vasárnap 16 órakor kezdődő bajnoki. Szénási dobja be, Havasi. Iványi. Zingráber. A védők mögé kiváló labda, Bóner egyből középre és elmegy a kapu előtt. Zingráber labdája kiváló volt. Bóner egyből középre tette, sajnos nem volt érkező. Somogyi. Havasi felé Kovács bólintja ki. Sipos. Magyar tovább. Sipos a középpályán. 4-3-ba hozhatják a felcsútiak. Most kerül át a jobb oldalra. Ott a lövés. És vezet is a 42. percben. Kocsis Bence találatával. A félidő hajrájához közeledve megszerzi a vezetést a vendégcsapat. Az első kaput eltaláló lövéséből már is előnybe kerülnek a felcsútiak. Egy szép kontratámadás végén 3-4-be hozhatták, és Kocsis higgadt maradt Sántával szemben. Harmadik gólja a fiatal játékosnak a bajnokságban. Hát jól kezdtük a mérkőzést, voltak lehetőségeink. Helyzeteknek nem mondanám, Vargának kétszer is védenie kellett, aztán fél órán keresztül semmi nem történt. Sem Sántának, sem Vargának nem akadt dolga. Aztán itt a 42. percben egy Kocsis gól. 0-1 az állás. Az ötösre jön, ott azonban nincsen pápai játékos. Szabó fejeli föl az égbe. Dóci középre, Somogyi nem tud fejelni. Ott van még Szénási előtt. Szénási lövi el, Vargának kellett védenie. Aztán Magyar kanalazza ki. Van most már komoly helyzete is a pápai csapatnak rögtön a gól után. 44. perc. Havasi jut túl Kocsison. Havasi tovább. Baldauf, ez most már Zitzer. És Kovács csúszik oda. És ez az első félidő utolsó momentuma. Hát akár a pápai csapat, akár a felcsúti is gólt szerezhetett volna itt a hajrában. Most még egy elmaradt szögletet kérnek számon Somogyék Takács Ryan Lee játékvezetőn. De természetesen sarokrugás most már nem következik, hanem a szünet. Bonner dobná be. Kevés mozgás. Iványi. Iványi tekeri el, és egy óriási gól! Egy óra játék után, hát ezt jobban nem is lehetett volna lőni Vargának. Esélyesen volt, hiába nyújtózkodott. Egy óriási Iványi góllal egyenlít a pápai csapat egy óra játék után. Iványi második gólja a bajnokságban. Pazar találat. A második félidő első említésre méltó eseményéből egyenlítenek a miaink. Egy, hát nem egy szép játékot bemutatva, és nem is túl eseménydús, nem is túl magas színvonalú, de ezért a gólért megérte kijönni. 88. perc. Bóner szögletét nézhetjük. Ott a fejes és fölé ment, de kár érte. Dóci fejében volt a pápaiak vezető találata. Kicsit lejjebb megy, nem hinném, hogy Varga tudta volna fogni. Varga rúgja előre. És ebben a pillanatban Takács Ryan Lee véget vet a mérkőzésnek. Hát érdekes találkozó volt a mai. Talán az első félidő első fele a Perucé volt, aztán a semmiből Kocsis szépen lőtte ki a sarkot. A második félidőben Iványi pazar gólt tekerte a bal felsőbe. Ezzel alakult ki az 1-1-es végeredmény, ami azt gondolom a látottak alapján reális.
meglátjuk, hogy Rozmán László elégedett lesz-e a Peruc idei negyedik döntetlennyével. A pápai csapat szeptember 16-án a tök utolsó THS-e szabad kikötő gárdájához utazik. Gondolom, kimondhatjuk, hogy a három pontért, hiszen ott csak ez az elfogadható eredmény. Aztán megint egy idegenbeli mérkőzés következik. Szeptember 30-án Nagy Kanizsa lesz az ellenfél. A pápai szurkolók legközelebb október 7-én a Sárvár elleni rangadón láthatják a mieinket. Én innen Édül Krisztián operatőr kollégám nevében is megköszönöm a figyelmüket. Pápai Peruc FC, Puskás Akadémia 2, 1-1. Abszolút reálisnak gondolom a döntetlent. Tudtuk, hogy egy nagyon jó, igaz, hogy fiatal, de nagyon jó csapattal fogunk találkozni. Abszolút igazolták a várakozásunkat. Nem csak fiatalok, hanem nagyon jól képzettek és ügyesek. Borzasztó nehéz ellenük játszani, odaérnek mindenhova, szükítik a területet. Nagyon-nagyon rosszkor kaptuk a gólt az első félidő végén. Utána lehetett volna talán azonnal egyenlíteni, azt a helyzetet elkapkodtuk, mind ahogy az első fél időben szinte az összes kínálkozó lehetőségünket. És ez azért volt fájó, erről beszéltünk a fél időben, hogy az első 20 percet úgy érzem, hogy kifejezetten jól kezdtük. Ott voltunk, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet. Nem értem, hogy miért engedtük, hogy ebből a nyomásból az ellenfelünk ki tudjon jönni. De azt gondolom, hogy fél időben próbáltuk rendezni a sorokat, megnyugtatni a csapatot, mert elég idegesek voltak a srácok. Elsősorban azért, mert az utolsó átadások, az utolsó megoldások nem nagyon sikerültek. Aztán következett Iványi Martin gólja, ami után meg lehetett volna a második pápai gól is. Hát az Iványi Martin a jó teljesítményére fel tudta tenni még pont ezt a koronát, avval, hogy egy szép gólt rúgott, nagyon megérdemelte. Én is azt éreztem egy-egy után, hogy az ellenfelünk elkezdte védeni ezt az egy pontot. Megint olyan döntő szituációk voltak, amiből szerintem gólt kellett volna rúgni. Gondolok itt a Bolnár helyzetére, hogy tovább passzolt, amikor már a kapussal szembe állt, Dócinak a fejese, ami megint fölé ment itt 5 méterről egy beadásnál. Hát addig sajnos nagyon sok döntetlenünk lesz, amíg az ilyen mérkőzéseket nem tudjuk megnyerni, vagy nem lesz egy olyan csatárunk, aki ezeket a helyzeteket higgadtan tudja értékesíteni. Ugyanezt történt egy héttel ezelőtt, 4-5 nagyon nagy lehetőségből nem találtunk kapuba. Most szintén úgy gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel, koncentrálással lehetett volna nyerni, de még egyszer mondom, a mérkőzés összkép alapján a döntetlen igazságos. Talán azért is lehetünk elégedettek ezzel az egy ponttal, hiszen rengeteg sérült volt, és az újoncoknak is most kellett bemutatkozni. Hát nem szerettünk volna erre hivatkozni, de azt mindenki tudja, hogy pontosan olyan játékosaink hiányoztak, akik a pápai csapatban húzó embernek számítanak. Egy Szabó Zsoltit nem tudunk jelen pillanatban senkivel se pótolni. Egy Kozma Máté, kulcsember, egy Böröcki minden mérkőzésen játszott. A Jurik Patrik szintén meghatározó játékos, sorba este ki, a Valajos megsérült, nem tud játszani. Mind olyan játékosokat vesztettünk, akik eddig a kezdőcsapat tagjai voltak. Ezt azért nagyon sok csapat nehezen élné meg, hát mi is nehezen éltük meg. Ezért gondolom azt, hogy azok a játékosok, akik ma a pályára léptek, megpróbáltak mindent megtenni a siker érdekében, és ezért meg is fogom dicsérni őket. Az újonc játékosainkat a Cingráber Máté már múlt héten bemutatkozott idegenbe, most a hazai közönség előtt mutatkozhatott be, sajnos ő is megsérült 30 perc után. Egyébként a pénzügyőr meccsen és mind a három csenén kényszerű csere volt. Illetve a Szénási Pisti ma játszott először, szerintem majdnem, hogy a legjobb teljesítményt nyújtotta. Örülök neki, hogy lehet rájuk számítani. Két idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a bajnokság, ugye a Sereghajtó az utaznak mindjárt jövő héten. Az ott egy kötelező győzelem? Mindenképpen kötelező győzelem, hiszen az utolsót nem veri meg az ember, azt nehéz megmagyarázni. Azért mindenképpen úgy megyünk, hogy most már kötelező úgymond a három pontot megszereznünk, hiszen addig nem tudunk a tabellán elindulni, amíg nem kezdünk el nyerni mérkőzéseket. Biztos, hogy az sem lesz könnyű, akkor lesz könnyű mérkőzés, hogyha a helyzeteinket minél előbb értékesíteni tudjuk, biztos, hogy sokkal jobb csapat vagyunk. Nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy addigra már a Szabó Zsolt is játékra tud jelentkezni, illetve talán a sérültjeink közül egy-kettő.
és akkor el tudjuk kezdeni úgymond a felzárkózást. Utána lesz egy kupaforduló, ott olyan játékosok fognak játszani, akik eddig talán kevesebbet játszottak, ha csak el nem fogyunk teljesen, illetve az ifistáknak is tudunk lehetőséget adni, és utána megyünk az újonc Nagykanizsához. De pontosan azt gondolom, hogy túl vagyunk azokon a mérkőzéseken, amikről tudtuk a bajnokság előtt, hogy nehéz hazai mérkőzések lesznek, így is van. És most olyan mérkőzések vannak tisztelve, becsülve természetesen az ellenfeleinket, amit egy pápának azt gondolom, hogy illik megnyerni. Augusztus 13-án megkezdte a felkészülést a Motax Pápa KC a 2018-2019-es NB1-B-s kosárlabda szezonra. A játékos keret jelentősen változott és megfiatalodott, a csapat is régi új edzővel, Vajda Józseffel készül az idényre. A felkészülés jól halad, a nyári edzőmérkőzéseket követően hazai pályán szeptember 20-án a Kecskemét ellen kezdi meg a szezont a csapat. Augusztus 13-án kezdte meg a felkészülést a 2018-2019-es NB1-B-s kosárlabda bajnokságra a Motax Pápa KC, amely az előző szezonhoz képest jelentősen átalakult, 6 játékos távozott a csapatból. Hát nagy mértékben változott a játékos keret, 6-an elmentek, ez leginkább a tanulmányokkal összefüggő, sajnos a Kálmán Laci abbahagyta, az meg a korral összefüggő, és a Horváth Géra meg visszament Győrbe. Hát új játékosunk van, a Sonyák Béla, aki már játszott itt Téliszentszel, amikor Körmenden volt fiatalként, és ő Győrbe lakik, úgyhogy Balázsral együtt járnak. Igazából van még 2 fiatal játékos, a Murai Gábor, aki egy 98-es születésű, és a Márton László, aki egy 97-es születésű fiatal. Ahogy lehet látni, a csapat is elég szépen fiatalodott, mert körülbelül felére csökkent az átlag életkor. Tehát 20 év körül vagyunk, ami nem rossz, 1-2 idősebbet leszámítva. Hát most ennek jött el az ideje. Hogy tered az eddigi felkészülés, illetve mióta tart? Felkészülés augusztus 13-a óta tart, és nagyon jól halad. Hála Isten, ezt tudom mondani, a srácok nagyon szépen dolgoznak. Játszottunk már edzőmeccseket itt is, amellett, hogy ugye Várkert sportcsarnok szokásos menetrend. Nagyon szeretik ezt a lépcsőfutást idézőjelben. De hát majd jót dobják a büntetőt. De hát ugye ez is erősíti a combizmokat, gyorsít is, majd jó lesz, amikor ezt elő kell húzni. Visszatérve játszottunk edzőmeccseket, először itt a Győrrel játszottunk, akik már 2 héttel előbb kezdték, mint mi. Megvertük őket 97-94-re, azt tudni kell, hogy ők tavaly felsőbb csoportba játszottak. Engem is megleptek a fiúk, mert nagyon, nagyon jó sebességgel és nagyon jól mentek. Most itt a dobáspontosságot nem lehet számon kérni első meccseken, mert az nincs. Ugye utána játszottunk a Szent Pál Akadémiával, aki tavaly majdnem feljutott az NB1-B-be, és őket megvertük azt hiszem 30 ponttal itthon, és elmentünk Győrbe a tornára, ott a Budafoktól kikaptunk, tehát 3-4-ig vezettünk, és utána megvertük a Smafszot. Tehát igazából az eredmények azok jók, a hozzáállás az is jó, de én úgy gondolom, hogy most munkában vagyunk, és az a legfontosabb. És mi a cél az idei bajnokságban? Hát a legnagyobb cél az, hogy ezt a fiatal csapatot csapattá formáljuk, és sok-sok évre meghatározó csapat legyen itt Pápán, mert ez most egy generációváltás, akárhogy is nézzük. Új taktikai elemmel, akár támadásban, akár védekezésben készülnek-e? Természetesen, ugye, mert egy fiatalokból álló csapatnál ugye elő kell húzni azt, hogy gyorsaság, letámadás, visszaindítás. Van nekünk olyan szerkezetünk is, ami egy magas szerkezet, az meg természetes pozíciós játék ellen. Hát ha mindenki meg lesz, mindenki itt lesz, akkor már úgy gondolom, hogy akkor kell majd elkezdeni. Most az erőt kell gyűjteni, és akkor kell elkezdeni gyakorolni. Én bízom benne, hogy a 13-án a Ryan is megérkezik, aki tavaly is itt volt, a Ryan Cook. Igazából még egy centert várunk, pénteken jön, és akkor megvagyunk. Akkor megvan a 15 fős keret, azzal meg lehet dolgozni. Az előző szezont követően Molnár István korábbi edző távozott posztjáról, így idén ismét Vajda József ült le a Motax Pápa KC kispadjára.
Most mondhatnám, természetesen egy kicsit vicces lesz, hogy fiatal csapatnak fiatal edző dukál, de hát ugye ez van, én lelkem meg a szívemben fiatal vagyok. Azért vállaltam el, mert hát sok-sok éven keresztül mindig össze kellett rakni egy társaságot, és ahhoz, hogy ezt a társaságot össze tudjuk rakni, én úgy gondoltam, hogy kell ismerni a helyi fiatalokat, kell ismerni azokat a fiatalokat, akiket idehoztam, és kell ismerni azt a mezőnyt. Én próbálkoztam természetesen, hogy hozunk edzőt, megpróbáljuk, ez sült ki belőle. Örülök neki, most már a srácok úgy dolgoznak, hogy abszolút nem bántam meg, hogy elvállaltam, és bízom be, hogy az év végén úgy adhatom át az utódomnak, hogy egy jó munkát végeztem, és egy jó csapatot fogok átadni. Nekem van egy U16-os csapatom, amit szeretnék úgy versenyeztetni, ahogy tavaly is tudtam. Nagyon jó csapatok ellen játszottunk, nagyon jó meccseket. Nem, hogyha ha ez jó fog működni, nem fogok akadályt gördíteni elé, de én úgy gondolom, hogy egy év az megmutatja azt, hogy működik a dolog, vagy nem működik. A csapat szeptember 20-án csütörtökön a Kecskemétet, majd szeptember 28-án pénteken az Eger csapatát fogadja a bajnokságban a sportcsarnokban. A Veszprém megyei tenisz szövetség másodosztályában két pápai csapat is játszik, a Pápai Vasas Ese és a Liget teniszklub. A tavaszi fordulóban a Vasas csapata a harmadik helyen végzett a Balatonfüredi és a veszprémi teniszezők mögött. A pápai dobogósok az őszi idényt hazai pályán kezdték a Liget teniszklub játékosai ellen. Az egyéni és páros meccsek is kiegyenlítettek voltak, szoros csatában végül a Vasas nyerte a találkozót. A Vasas csapatában heten játszanak, kizárólag pápai játékosok. A csapatunknál tavaly évben történt egy kis vérfrissítés. Szerencsére elég sok fiatal és nem fiatal csatlakozott a teniszpálya csapatához, az egyesülethez, és kitaláltuk, hogyha már ilyen szép számban vagyunk, hogy az OB-s csapat mellett indítsunk el egy megyei csapatot, ezért az idejében indultunk a megye 2-es teniszbajnokságban. A teniszpályán az edzőnk, akihez mindannyian járunk, ővel egyeztetve történt a csapat összeállítás, nevezés. Mindenki tisztában van nagyjából a saját képességével, hogy hol tart jelen pillanatban, ezért ebből abszolút nincsen probléma és vita a csapaton belül. Úgyhogy mindenki szívesen és lelkesen jön, mindenki teszi a dolgát, ami tőle telik, úgyhogy az eredmények pedig úgy érzem, hogy igazolják ezt, ugyanis a tavaszi szezonban nagyon jól szerepeltünk, felkerültünk a felsőházba, a tavaszi szakasz után a megyei csapatoknak a fele elment a felsőházba, a fele az alsóházba, mi a felsőházba vagyunk, a másik pápai csapattal együtt, akivel pont a mai napon van egy városi derbi, ami jelen pillanatban is mögöttünk zajlik. Nagyon szoros mérkőzésekkel, nagyon szép és színvonalas teniszt látunk, akik kijöttek, ők is élvezik. A csapat munkáját Vágó Norbert edző segíti. Általában nyáron főleg, amikor több idő van, és lehet teniszezni kint a szabadban, a csapat tagok általában egy, de van, aki két edzésen is részt tud venni, szabad idejét ki hogyan tudja feláldozni, de az egy edzés az minimum edzővel, és ezen kívül a lényege a játéknak az, hogy minél több mérkőzést játszunk más-más ellenféllel. Ehhez szerencsére minden feltétel adott itt a teniszpályán, játékosba is és helybe is. A férfi megyei bajnokságban jól szereplő Vasasnak két női tagja is van, Kis Petra és Jó Gerda. Fiúk úgy gondolták, hogy nagyon ügyesek vagyunk, és hogy kell, hogy színesítsük a csapatot, és így beválogattak minket. Megkérdeztek, elfogadtuk, és lett egy ilyen nagyon jó kis közösség. Hogy érzed magad a csapatban? Te vagy ugye az első pályás. Igen, így rajtam van a legnagyobb felelősség, hiszen én kapom a legtöbb pontot, hogyha nyerek, illetve bukom, hogyha ugye nem sikerül. Viszont nagyon-nagyon jól érzem magam, már sok csoportban voltam itt is női csapatban, Győrben is, de ez a legjobb. Szóval annyira színes karakterek vannak, hogy egyszerűen fenomenális játszani, nagyon szeretek itt.
Komoly teniszes múltad van, tehát sokfelé játszottál, és mi az, amit tudsz hasznosítani az elmúlt évekből? Tehát volt egy kis kihagyásod is, hogyan lehet újra kezdeni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Igazából a győriekkel tanultam a legtöbbet azt, hogy minden egyes labdamenet előtt ugyanúgy felvértezni magad, hogy meg tudod csinálni, és hogy te vagy a legjobb. Ezt tanultam tőlük, és ezt használom itt is, és mondom a többieknek is állandóan. Támogatom őket, tapsolok, próbálom spanolni őket. Nálad a tenisz fejben dől el? Igen. Igen, van, azt hiszem, van egy egész jó alapom, amit még 12 éves koromban megtanultam. Tehát azt úgy, mint a biciklizés, ezt nem lehet elfelejteni, az összes többi az fej. Fej, igen. Hogyan készülsz? Hát van heti egy edzésem a Norbival, az edzőnkkel. Mellette megpróbálok több különböző sportot, úszok, bicikli, gyalogtúra, tehát így váltogatom a sportokat. És fejben hogyan készülsz? Könyvekkel és beszélgetésekkel a barátokkal, akik tudnak inspirálni. Új csapatként nagyon jól szerepelt a Vasas a tavaszi megyei fordulóban. 7 csapat nevezett a megye 2-es bajnokságba, az azt jelenti, hogy 6 mérkőzést játszottunk mi is, felét hazai pályán, felét idegenbeli pályán. A mezőnyből kiemelkedett az egyik veszprémi és a balatonfüredi csapat, ahol nagyon rutinos és régóta teniszező játékosok vannak. Ők kérték az első 2 helyezést. Mi lettünk a harmadikak, és a másik pápai csapat pedig a 4. helyet ért el, ezért kerültünk így a felső ágba. Az egyéni és a páros mérkőzések is szorosak voltak a 2 pápai csapatnál az őszi idén nyitó találkozón. Versenynek a rendszere az, hogy 4 szingli meccs van. Az egyes pályán 4 pontért, a 2-es pályán 3 pontért, a 3-ason 2 pontért és a 4-esen 1 pontért. És van 2 páros mérkőzés, az egyik 4 pontot ér, a másik 3-at, tehát ez összesen 17 pontot jelent, így döntetlen nem tud kialakulni a párharc során, tehát abszolút győztes születik. 4 szingli meccsen sajnos az ellenfél egy kicsit elhúzott pontban, úgyhogy nekünk a végső győzelem ez mind a 2 páros mérkőzést nyernünk kellene, az egyik mérkőzés meg lesz, a másik viszont nagyon szoros, úgyhogy azon fog eldőlni a mai mérkőzés sorsa. Végül azt a párost is a Vasas teniszezői nyerték, így a találkozón 9-8-as győzelmet könyvelhettek el maguknak. Már egy gólos vereséggel nyitotta a bajnokságot a Pelc U19-es lánycsapata. Edzőjük Pődör Ákos így is elégedett volt a csapatjátékával, hiszen a bombaerős Puskás Akadémia volt az ellenfél. A pápaiaknak több helyzete is volt a mérkőzés során, a végeredményről mégis egy átlövés gól döntött a vendégek javára. A csapat ezen a héten Ajkára utazik, ahol már a győzelem a cél. A Pelc U19-es lánycsapata a Puskás Akadémia ellen kezdte meg múlt csütörtökön az idei bajnokságot. Alapvetően nem panaszkodhatunk a felkészülésre. Egész július közepétől fokozatosan emelt edzésszámmal tudtunk dolgozni, illetve volt egy edzőtábor is. Tehát úgy gondolom, hogy ez alapvetően jól sikerült. Azzal a nehézséget természetesen meg kellett küzdenünk, hogy itt olyan lányokról van szó, akik gyakorlatra járnak, nyári gyakorlatra, illetve nagyon sokan elmentek nyáron dolgozni, úgyhogy volt, aki Angliába dolgozott, volt, aki a Balatonparton volt lent végig a vendéglátásba, és sajnos ők értelemszerűen kimaradtak a felkészülésből, és nekik most kell majd pótolni a dolgaikat. Az U16-ból érkeztek fel játékosok, de természetesen őket abszolút ismerjük, és nagyszerűen illeszkedtek a csapatba, és csak dicsérni tudom őket. Természetesen kerültek ki játékosok, akik felkerültek az MB2-es csapatba. Ők nagyon jó képességű, nagyon jó játékosok voltak, az ő pótlásuk természetesen nem egyszerű, de én abszolút elégedett vagyok a mai látottakkal, tehát akik bekerültek az ő pótlásukra, azok maximálisan jól játszottak, és jól megállták a helyüket.
Bár a lányok egy gólos vereséggel kezdték a szezont, nagyon sok pozitívuma volt így is a mérkőzésnek. Számszakilag vereség, csapatszerkezetileg, csapategység szempontjából, szakmai szempontból pedig abszolút nyereség. Nagyon jól játszottak a lányok. Én úgy gondolom, hogy abban az állapotban, amiben most vannak, mindenki igyekezett a maximumot kihozni magából, és egy olyan mérkőzést tudtunk játszani egy nagyon erős csapattal szembe, amelyiket kis szerencsével akár mi is egy góllal megnyerhettünk volna, úgy, ahogy egy átlövés góllal az ellenfélnek ez sikerült. Tehát abszolút nem vagyok elégedetlen. Természetesen a lányokat sajnálom, hogy vereséggel kezdték a szezont, és egy ilyen jó játékkal kirukkolva sem sikerült győzelmet szerezniük, de azért tudni kell, hogy ez a Puskás Akadémia a nyáron rettentően megerősödött Diósgyőrből, Gyuláról, Pécsről, Sopronból, tehát az ország minden egyes részéről érkeztek hozzájuk játékosok. Ez meg is látszott a teljesítményükön, de én maximálisan elégedett vagyok a mi teljesítményünkkel is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell sok mindenbe előbbre lépnünk, de ahol most tarthatunk, ahhoz képest abszolút elégedett vagyok. Azt látok, itt a második félidő elején volt azért egy nagyon nagy helyzete a pápaiaknak. Igen, és az első félidőben is akadt zicserünk. Ezt nem sikerült értékesíteni, de a futballban bent van. Én úgy gondolom, hogy minden támadó gólt szeretne lőni. Jól csinálta, amit csinált. Van egy ellenfélnek egy védelme, egy kapusa. Most ők jöttek ki ezekből a szituációkból. Szerencsésen legközelebb mi fogunk. Mi ennek a csapatnak az erőssége? Az erőssége, én úgy gondolom, hogy elég jelentős futómennyiségre képes, és remélem, hogy ez fokozatosan még növekedni is fog. Intelligens lányok alkotják a csapatot, ebből adódóan képesek arra a taktikai elképzelésnek a megvalósítására, amit kapnak. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy egy szép szezon elé fogunk nézni. És akkor mi a cél ebben a szezonban? Természetesen minél több mérkőzést megnyerni, de ennél is fontosabb az, hogy a lányok egyénileg és csapatként is fejlődjenek, amire minden esélyük megvan. A tabellán valamilyen helyezést belőttek, hogy mi lenne az ideális? Nem. Természetesen szeretnénk minél előbbre végezni. A tavalyi év ugye nagyon jól sikerült számunkra, de azért az egy nagyon erős U19-es csapat volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem várható el a jelenlegi csapattól. De játékba szép fokozatosan javulva, én remélem, hogy a dobogó közeli helyen tudunk végezni. Időközben az NB2-es lánycsapat is megkezdte a bajnoki szereplést, akik Balatonfüreden léptek pályára, ahol 3 gólos győzelmet arattak. Hát egy kezdeti mérkőzés volt, annak a csapatnak az volt az igazi első tétmérkőzése, és nem lehetek elégedetlen az eredménnyel. Játékban azért még nagyon sok finomításra, csiszolásra van szükség. Úgyhogy van mit tennünk, de nagyon lelkesen, nagyon odaadóan dolgoznak a lányok, úgyhogy remélem, hogy ez látszani fog a pályán is. Visszatérve az U19-es csapathoz, a lányok legközelebb szeptember 15-én szombaton Ajkán lépnek pályára, ahol a győzelem a cél. Elindultak az edzések a Pápai Judo Akadémián. A nyári szünet után az elmúlt héten sok régi és új gyermek állt fel a judo szőnyegre, vagy húzta magára a judo ruhát. Az ovisok továbbra is 20 feletti létszámmal vesznek részt egy-egy edzésen, a mini judósok száma azonban ebben az évben jócskán gyarapodott. A sportegyesület továbbra is az Acsádi iskola kis tornatermében tartja edzéseit. Sikeres volt az elmúlt esztendő a Pápai Judo Akadémia életében. Az ovi judo foglalkozásaikra több tucat gyermek járt, a mini judósok is alkalmanként legalább 15-en voltak. Az utánpótlás nevelés az idén is folytatódik. Mi a 2018-19-es sportévad második foglalkozásán jártunk. Az ovi judo edzések vannak 3-6 éves korig, ők vannak itt a terem jobb oldalában.
a mini judósok, akik ilyen 6-10 évesek, ők vannak a terem bal oldalában. 10 éves kortól felfele, olyan 14-15 éves korig van a haladó csoportunk. Ők egyszerre tartják az edzéseket a felnőttekkel, és a felnőttek pedig 14 éves kortól felfele versenyeznek. Az obi-judó foglalkozásokon olyan 30 és 40 között van a létszámunk, ebből általában edzésenként olyan 20-an vannak körülbelül, 20-25-en, ugye a gyerekek még viszonylag sokszor betegek, ha bekerülnek az óvodába, sokat betegeskednek, de egy olyan 20-25 fő általában mindig itt van az edzéseinken. A mini-judó csoportunk az egyik büszkeségünk, mert tavaly 15 fővel kezdtük el, most több mint 20-an vannak, tehát inkább ilyen 25 felett áll a létszámunk, nem fogytak, tehát senki nem ment el szinte a csapatunkból. Aki felkerült az ovi-judóból, ővele viszont többen lettünk, úgyhogy az a létszám már majdnem a maximumán van a teljesítő képességünknek. Az ovi-judó foglalkozás játékra épülő mozgásfejlesztés, a mini-judó pedig már a judó előszobája, mondta Mezei Csaba. Ők már rendes judóruhában van, judó technikákat tanulnak, és őket gyakorlatilag felkészítjük a versenyzésre, megtanítjuk nekik az alaptechnikákat, és merjük remélni, hogy jó judósokat faragunk belőlük. Nagyon korrekt mozgása van már egy 6 éves korú gyereknek. Őket még nyilván nem szabad túlterelni, tehát az ő edzéseikben is dominál a játék, de már nem 90%, mint az ovi-judóban, hanem azt mondom, hogy ilyen 10-20% közül vagy körül van, és az ő edzéseik még csak egy órása, mert az ő figyelmük az még nem elégséges arra, hogy másfél órás kőkemény edzést tartsunk. Úgy kell tartanunk mindig az edzéseket, hogy a gyerekek szeressenek ide járni, mert ez a legfontosabb dolog. Az ovi-judóban gyakran használnak kellékeket az edzők, a zsámolyok, szivacsok, hullahopp karikák mellé egy új eszköz is került. Most egy ilyen egyensúlyozó koronkészletet vettünk a gyerekeknek, egy ilyen balanszert, ami az egyensúlykészségüket nagyon-nagyon kifejleszti. Tehát rááll egy ilyen instabil közegre a gyerek, és akkor azon egyensúlyoz, ha meg egymás után esetleg több van, akkor még nagyobb kihívás, amikor egymás után mondjuk 10 van, az már egy felnőttnek is nagyon-nagyon komoly kihívás a gyerekeknek, meg aztán pláne. Judo azt gondolom, hogy mindenkinek szükséges volna, tehát szerintem a legfontosabb lenne, hogy egy általános iskolásnak 2-3 évet a judóban el kéne tölteni, tehát olyan alapokat kapna a mozgás fejlesztésében, amit semmilyen más sporttól nem kap. Aztán utána nyilván mindenki elmehetne sportolni azt, ami éppen neki szimpatikus, nyilván mindenkiből nem lehet judós, de azt gondolom, hogy az alapokat, az úgy, mint ahogy a japán iskolákban, kötelezően én személy szerint biztosan oktatnám. Vannak kifejezetten ügyes mozgású gyerekek, de azért 6 éves korban nagyon nagy felelőtlenség lenne azt mondani, hogy ő egy szuper tehetség, ő egy kiemelkedő tehetség. Mi minden gyereket úgy kezelünk, mintha óriás tehetség lenne, és meglátjuk, hogy majd ez felnőtt korban, vagy idősebb korban mire lesz elég. Az az álláspontunk, hogy nem versenyeztetjük agyon a gyerekeket. Tehát nagyon nagy hiba azt gondolom, hogyha úgy versenyeztetik a gyerekeket, hogy akár minden hétvégén vagy két hetente verseny lenne, és egy éve, vagy évben mit tudom, 20-25 versenyre elvinni a gyereket, kiégnek, és akkor 10-14 évesen abba adják a versenyzést, ez nem jó. Tehát mi úgy beszéltük meg itt az edző kollégák, hogy viszonylag kevés verseny, és legyenek mindig küzdelemre éhesek, legyen mindig pozitív érzésük, és akkor biztos, hogy jó sokáig fognak itt lenni velünk.